negyedik állomásához érkezett a Fehérvári Kézművesek Egyesület által szervezett Textiludvar Textilkert című rendezvénysorozat. Szombaton az új szakmai program keretében a Fonal bűvületében címmel a kézművesek házában előadásokkal, különleges textilek, alapanyagok, szőttesek és textiltárgyak vásárával és divatbemutatóval várták az érdeklődőket. Különlegességet adott a találkozónak, hogy a fiatal népművészek különleges motívumrendszerrel jelentkeztek. Ők hoztak a változást, tehát a viseletekben hogy lehet egy-egy népi motívumot feldolgozni. Ugye a régi viseletben már nem járnak az emberek. Hogy tudjuk áttenni a népművészet egyes elemét más ruhákra, pólókra, blúzokra, és azt mutatják itt be. A népi kultúra és a népművészet barátai szakmai előadásokon bővíthették ismereteiket, különleges anyagokkal, technikákkal és textiltárgyakkal ismerkedhettek meg. A láncokat, nyakravalókat most textilből próbálják elkészíteni, tehát olyan fülbevalók vannak itt a hátam mögött is, hogy meg olyan nyakláncok, ami hordható mai ruhához, és ugyanakkor népi vonatkozása van. A kézművesek háza udvarán egésznapos vásár várta az érdeklődőket, akik a mesterség bemutatók és foglalkozások mellett egy különleges vendég, eredeti kazak népművészeti tárgyait, ünnepi díszeit is megismerhették.